Na szavaztok, gyerekek! Itt vagyunk egy ilyen kisebb Halloween-os videóban, van néhány ilyen kis tud, amit nektek bemutatok, és hát felpróbálom őket, megpróbáljuk megcsinálni engem, ezt jól elmondtam, ilyen, mit tudom én, minek ilyen Halloween-os vámpírgenyónak. Az első termék az egy hajspré, ami piros színű, szóval ezt majd fel fogjuk csappantani. Ja, hogy ez így le van ám lokkóval, hogy nehogy véletlenül fel tudjad bontani. Kíváncsi leszek, mert nekem még soha nem volt így befújva a hajam, hogy milyen lesz. Úgyhogy majd megnézzük. A következő termék az nem más, mint a híres nevezetes fogsor, motherfucker! Ez ilyen vámpíros fogsor, illetve van ilyen vér kapszula vagy mi, és akkor ezt most szét kéne harapni. De csak nem. Szerintem csak ki kell bontani, és akkor oda nyomatni, de lehet szét kell. Nem tudom. Majd meglátjuk, ezt is benyomjuk magunkba. A következő termék, hát az egy ilyen orr. A képen tök realisztikusnak tűnik, de hát nyilván azért már rajz. Meglátjuk, hogy ez hogy fog nekem állni. És az egyik nagyon nagy kedvencem, kamuseb. Hú, de milyen anyaga van. Ezek is, hát nagyjából egyébként realisztikus, tehát jól meg vannak csinálva, úgyhogy ha majd főpakolom magamra, akkor azért lehet úgy fog kinézni kamerába messziről, nagyon messziről, minthogyha ténylegesen igazi sebek lennének, úgyhogy én azt mondom, hogy essünk neki, és akkor szépen befújjuk a hajamat, aztán a többit meg majd itt felpakoljuk magamra. Hát ez nagyon kemény. Hát ez nagyon durva, gyerekek. Hát jó, hát több-kevesebb sikerrel sikerült, de ez egyre pirosabb. Ez nagyon durva. Csak egy selfit. Akkor nézzük a következőt, én ezt a sebeket akarom feltenni magamra. Na vajon ez hogy működik? Ebből ki lehet így simán pattintani? Lófaszt. Hú, de bőrszaga van. Ezt ki kell vágni. Hát ez milyen már? Tehát most, oké, kiszedem belőle. Én ezt így értem. De hát most... Most ez mi? Kis nyállal? Vagyis hát vízzel? De ez szerintem jön le. Szőrre nem ragad? Nem annyira realisztikus, mint ahogy én ezt így elképzeltem. Hova? Homlokra? Hát ez egy szarú néz ki. Kicsit ide fogom. Szar, mi? Az a baj, hogy ezek tényleg, nem tudom mivel kéne, nincs ráírva semmi, úgyhogy hát ezek most így maradnak. Ez pedig egy sima orr. Aha. És akkor szar, hogy fel kéne applikálni a fejemre. És egyébként... Hát ez nagyon gagyi, hogy ez ilyen. De egyébként kapok benne levegőt. Van neki kivágva két luk, csak ez a fehér cucc nem kéne rá, és akkor tök jó lenne. Én nagyon gagyi leszek amúgy, nekem nem állnak jól ezek a Halloween-os cuccok. Hát ez mi? Azt hittem azért valamivel jobb. Ki akarok egy ilyet vontani? Ilyen por van ezekben a kapszulákban, és elvileg lehet ezt el kéne rágnom. Na olyan? Nincs jó íze. Nem, szerintem ez úgy néz ki, mint a Győzike Show-ban a virág, amikor így leeszi magát. Hely kurva szar vámpír lennék, tőlem senki nem fosna be. Hát de úgy nézek ki, mint aki mána szörpös lett, hát ez... Gyerekek, ez nem nekem való. Úgyhogy mondjuk azt, hogy ez nekem nem megy. Még a sebem is leesett már. Ez nem úgy sikerült, ahogy én azt gondoltam, de legalább ez tiszta fehér lett, vagy piros lett a hajam miatt. Tehát ez a haj, ez gyakorlatilag most mindenhol fog. Úgyhogy, hát ilyen állapotban se láthattatok még engem. Most láttatok. Próbáltam Halloween lenni, nem lettem. Úgyhogy ennyi. Hát köszönöm szépen nektek a figyelmet. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, így ne legyél vámpír.
Hát így. Na, pisztácia, szevasztok!